Na, dolgozzunk. Keresek valamit, akartam nektek mutatni, mert hogy a Bibliának az elejét én megtaláltam már ezelőtt vagy 10 évvel, és az elejét, amit lenyúltak, amit eltüntettek, de ahogy az Einstein mondta, az Isten ravasz, de nem rossz indulatú. Tehát hiába nyúlták le azt a 77 iratot, ami a Biblia elején volt, az a 77 könyv, így is mondják, ezeket hiába nyúlták le, mert hogy leadták 1620 körül az egészet újra. Méghozzá németül. És csak egyszeres kódolású anyagot adtak le. Hát gondolom, hogy a szellemi színvonal csökkenése miatt már nem merték olyan bonyolult kódolással leadni, mert hát ugye az életbe meg nem fejti a sok hülye közül egy se. Tehát ezért úgy látszik, hogy amikor az életkönyvét leadták, az 3200 évvel ezelőtt volt, amikor leadták az életkönyvét. Ez megvan nekünk persze, ez a Mózes 5 könyve. De ennek csak a pontozatlan óhéber változata ér valamit, az összes többi, az a fantázia terméke. Tehát ezzel mondjuk csak az a baj, és nem más. Tehát nekünk hiába van meg a Biblia már, szanaszét rombolták a Bibliának az eredeti szövegeit, tudnék szövegnek próbálta értelmezni a képet, vagy hogy mondjam. Tehát ilyen maraságot követett el, tudnék egy kódolt szöveget, hogyha lefordítasz, egy nagyon okosan megcsinált szöveg, mert a Biblia még a kódolt szöveg is értelmesnek látszik. Tehát maga az, amit te olvasol, a bibliai szöveg, az már a kódolt szöveg. És képzeld el, hogy a kódolt szöveg, mondjuk a zippelt szöveg, amit ötféle csomagoló eljárással még tömörítettek, vagy hétféle tömörítés van a Bibliában, a hétféle tömörítés ellenére a megmaradt őrült nagy összeg préselt valami, az is értelmes. Tehát ez benne az őrület, hogy még az is értelmes, tehát elolvasod, még értelmezhető szöveget kapsz. Mentek a birkák, terelték őket, mint valamilyen szöveget kapsz. Tehát annyira jól van kitalálva a bibliai szöveg, hát nem is az ember csinálta persze, hogy még a hétszeres kompresszió után is még ott van benne az értelem. Na most ez a szöveg, amit én találtam, ez csak egyszeres kódolású, és nem is ilyen tömörítési eljárással készült, hanem csak helyettesítéses kompresszió, vagyis hogy nem is kompresszió igazából, ami összenyomást jelent. Tehát nem az van, hanem itt az történt, hogy nézem, hogy megtalálta-e, nem találta meg, nem, azt néztem, hogy a számítógép megtalálta-e, egy szót kerestem, mert ez nagyon izgalmas lett volna, de az egész lemezen sincs rajta ez a szó sajnos. Akkor ezen nincs meg. Tehát a sifradi szeniutrát kerestem, az nagyon érdekes lett volna, mert a neutron leírása 13 mondatban. Tehát a neutron szerkezeti, működési leírása 13 mondatban. Az már úgy tömör beszéd. Mert ha valaki 5 mondattal mond el, amit egyel is el lehetne mondani, az egyéb hajasságra is képes szokták mondani. Tehát a Biblia szövege tömörített szöveg, és ez a tömörített szöveg még mindig értelmes, de ha kicsomagoljuk, akkor benne van a 3200 éve Földön élt összes embernek az élettörténete. Az már úgy érdekes, a tied is benne van, személyesen. Tehát tudni lehet, hogy mit tudom én, hány gyereked lesz, ki lesz a férjed, mondjuk, hogy egy lakatos lesz, vagy egy egyetemi tanár. Tehát tudni fogod, hogy egy fizikát tanító egyetemi tanár lesz a férje, 3 gyereke lesz neki, ezt Mariskának, Juliskának, vagy Józsikának fogják hívni, és így tovább. Tehát ez ott van benne, de ez még a megszületése pillanatában már ott van. Na, ettől kezdve érdekes a történet. Hogy mit tudom én, a Biblia kódjának a megfejtésén nagyon dolgoznak, hát már évszázadok óta dolgoznak. Hát mit tudom, ezelőtt már 2-300 évvel a prágai rabbi például megpróbálta megfejteni, vagy 500 évvel ezelőtt a Newton, 350, mindegy. Tehát ezek mindegy. Tehát már 5-600 éve nagyon dolgoznak azon, hogy valahogy kifejtsék ezt a kódot. Mert azt minden rendes, becsületes zsidó rabbi tudja, hogy ez egy kódszöveg.
Ugye a kódszöveg az mit jelent? Ez az érdekes. Mit jelent az, hogy kódszöveg? Tehát nem közvetlenül kell érteni. Ez nagyon fontos. A Zóhár a ragyogás könyvében érdemes a magyarul megjelent kis füzetecskét megszerezni, vagy nekem megvan, tehát tudok belőle nektek mutatni, ez nem probléma. Sőt, megvan zippelve is már, tehát beled szkennelve az egész, és akkor így át tudom neked küldeni, hogyha el akarod olvasni. Ez magyarul van, de nagyon érdekes dolgok vannak benne. Senki nem érti, ez egy titokzatos, ilyen misztikus szövegnek tűnik. De hogyha megfejtem neked a bizonyos kulcsait, akkor eldobod az agyad. Hát mit tudom én, ez a mérleg olyan helyen függ, ami még nem volt, és ezen olyanokat mértek, akik még nem voltak, de lesznek. Mit jelent ez? Ilyen szövegek vannak benne, mondjuk a Sifradi Szeniutrában. Mit jelent? Olyan létezőket mérnek ezen a jövőben függő mérlegen, ugye, mert olyan mérlegen mérik, akik még nem voltak, olyanokat, akik majd lesznek, de most nincsenek még, de már mérik. Ugye, micsoda, ilyen marhaságot össze, hetet szavat össze, mi ez a marhaság? Aha, mi lehet ez? A tahion, amit az előbb mutattam nektek, lépcsőfeljáró, ugye, az a tahion, rajza volt, ez egy templomban van, tehát ez nem úgy van, hogy ez a díszítő elemnek átszázott valami, tehát ha én ott elmegyek a templomba, elmondom, hogy ott van a teremtő, ott van a vízelem, ott van a tüzelem, ott van a levegőelem, tehát így meg tudom mutatni, hiszen a tanfolyamhoz az illusztrációk ki vannak téve. Senki nem érti, nehogy azt mondja, a pap érti. Nagyon aranyos volt az Ákos, aki tartott itt előadást a múltkor helyettem. Az egy német ilyen ibusz tolmács volt, vagy ilyen utazási irodáknak tolmács volt, és akkor rohangált Németországban meg vissza, német tolmács, és nagyon jó beszél persze németül ezáltal, és a német ilyen nyugdíjasoknak, meg turistáknak tartotta, itt a pécsi zsinagógába bevitte őket, és ott elmagyarázott mindent, hogy mi az ott micsoda, meg az ott micsoda, meg miért van a zsinagógába ez kitéve, meg hogy az a gyertyatartó, az miért olyan, amilyen. És a papot hallgatta, a rabbiot kukázott a háttérbe, és azt mondja, de hát ezt maga honnan tudja? Mert hogy olyan beavatott dolgokat mondott el, amit a rabbik sem tanultak sose, mert már elveszett. Tehát ez már nincs meg a tudásukban. Nem buták, nagyon okos emberek, csak ezt nem tudják. És ez a lényeg, hogy ha nem tudja, akkor már nem lehet vele mit kezdeni. A nejemnek is mindig azt szoktam mondani, hogy nem baj, helikopter se tudsz vezetni. Ugye? Amikor valami olyan szól vele, ami ez nem ért, akkor azt szoktam neki mondani, hogy nem baj, helikopter se tudsz vezetni, hát nem probléma ez. Meg, hát ugye én is ezerszer tévedek, én ezt sosem képzeltem, hogy én nem tévedek, de ahogy is képzeltem. Én ugyanúgy nem tudok egy csomó mindent, nem tudom, csak azt mondom, hogy nem tudom. Na, ez ilyen vicceskedés, már régóta ugrattam ezzel a marasággal. Na, a lényeg az, hogy nem tudta, és elmondta, hogy kell meggyújtani, mert az megvan a dogmatikában, hogy van egy samezgyertya, azt kell meggyújtani, és arról egy pálcával ide kell vinni a lángot, aztán oda kell vinni a lángot, aztán megint ide kell vinni a lángot, aztán oda. De miért nem lehet azt így dig-dig-dig-dig-dig és arról meggyújtani? Na, ki tudja megmondani? Lapátló, ott van. Pú, bizony. Hát sík. Ugyanaz síkba, de át kell mindig ugrani a túloldalra, úgy gyújtja meg a gyertyát. Tehát ez benne a pláne, hogy a meggyújtásának van egy algoritmusa, nem csak úgy fogja magát azt akárhogy meggyújtja, igen, a gyertya az kész, mit kell ezzel foglalkozni, miket gyújt meg, vedd észre. Tüzeket gyújt meg, és ezeket a tüzeket egyikről gyújtja a másikat. Tehát ennek van egy tánclépés, hogy az egyikről kell meggyújtani a másikat. Arról meg ezt kell meggyújtani, arról meg ezt kell meggyújtani. Tehát megvan neki a tánclépése, hogy ezt hogy kell meggyújtani. És ezt szigorúan betartják a rabbik, de már nem tudják, hogy miért kell csinálni. Azt ez meg elmondta ott, hogy hát azért kell, mert ez a Szentléleknek a téridőnek, vagy a zsidoknál Sekina, ugye, megvan. Az a mindenen áthatoló jelenlévő rejtett fény.
Mi az, hogy minden átható rejtett? Mi az, hogy rejtett fény? Hát a fény van, vagy nincs. A fizikus ezt nem érti. Miért a téridő milyen? Az a rejtett fény. Az egy fénykvantum, csak másmilyen, mint az összes többi. A benne keletkező fénykvantumok már másmilyenek. Tehát, mert hogy akkor azok már egy csavarodott téridőben keletkeznek. Ezért nem is lehetnek ugyanolyanok, mint a téridő nélkül született fénykvantumnak. A Szentlélek az egy téridő nélkül született fénykvantum. Ő maga a téridő. Ő a hely. És tessék észrevenni, hogy hát van ilyen neve, hogy Helios, úgy van leírva, ugye? Helios, de tudom én csak, hogy Helios, úgy van leírva. Tessék észrevenni, hogy Y-nal van írva. Akkor akár úgy is olvashatnánk mi, hogy Helios. Az már majdnem helyes. Érted? Tehát, hogy a helyhez van annak köze a Heliosnak. Miért van a Heliosnak köze a helyhez? Mert ő hozza létre a helyet, de az első pillanatban, hogy létrehozza, attól kezdve nem csak létrehozza, hanem fent is tartja. Tehát ő állandóan csinálja a téridőt belülről, mert a téridő terjed szétfele. De hogy az anyag meg tudjon maradni egy bizonyos körön belül, egyáltalán megmaradjon az anyag, ahhoz egy helyforrás kell, ami állandóan fönntartja a helyet. Ha azt a helyet egy pillanatra megszüntetem, mi történik? Tehát én azt mondom, hogy most egy pillanatra nem, egy másodpercig nincs hely, az megint van. Mi történik? Át tudod élni? De. Fájni nem fog, de mi történik? Hogy? Azaz, amit ő mond, a luk kezd tágulni benne, vagy egy réteg, ami üres, ameddig nem volt. Aztán megint kezd lenni egy gömb benne, de közte van egy szünet, amiben nincs téridő. És így az anyag, így, amerre megy ez a vékony, ez a sötét réteg, minden megeszik. Eltűnik minden, kész. És ettől kezdve eltűnik az egész teremtés. Így, nem veszed észre, miért mondtam? Mert mire észrevennéd, jön feléd fénysebességgel. Igen ám, de az onnan érkező fény is csak fénysebességgel jön. Tehát látom a holdat. Az ide egy jó fény másodpercre van. De nem látom eltűnni a holdat. Miért? Mert a holdról visszaverődő fény is eltűnik. De nem látom eltűnni, mert együtt jön a pusztulással. És egyszer csak egy dzsú, átmegy rajtam a pusztulás, és eltűnök én is. De a lelkek megmaradnak. Miért érdekes ez? Ezek nagyon fontos dolgok. Van saját térforrás. Úgy van. Van saját térforrása. Mert ez a lényeg az egészben, hogy van saját térforrása. A lelkeknek van saját térforrása. És ez azt jelenti, hogy még az időtlen állapotban is meg tud maradni. Nem térnem időbe, de csak a téridőn belüli nem térnem időbe tud megmaradni, az időben már nem tud megmaradni. Tehát az anyában. Mert a téridő az egy gömb. És az a gömb egy önmagába csukódott gömb. És ezen belül meg tud maradni. Mert az a nem térnem idő réteg, az nagyon sűrűn újra visszajön téridőbe. Tehát azt csinálja, hogy eltűnik, visszajön. De ott nem jön vissza semmi, mert ott nincs téridő. Ha kimegyek az anyába, ott már nincs téridő. Igen ám, csak hogy nekem minden atomom a téridőben született. Minden atomom, minden fénykvantumom. És csak a téridőben van neki értelme. Tehát ha kikapom alól a téridőt, akkor hiába van ott még az anya, mert az anya még ott van, ez a feneketlen kút, én vagyok a téridő. Na most ettől kezdve mi történik? A lelkem ott is megmarad, de a testem ennyi villanás alatt eltűnik. Kész. Nem maradsz belőle. Fizikailag csak a lelkem marad meg. Tessék, parancsolj. Megtartja egy egész kis körben. Csak a lelket tudja megtartani. Tehát egy egész kis körben, egy ilyen 2 centis körben körül megtartja az anyag. Az az anyag körülötte meg fog maradni, egy ilyen kis gombóc, mint egy cseresznye, akkora megmarad. És a többi az eltűnik.
Tehát nincs neki, mert ez egy, mert ez a térforrásoknak is van egyfajta hierarchiája. Tessék, parancsolni. Tulajdonképpen az, hogy ennyi rákos ember, most ez ide tartozik egyébként, nem más. Tehát, hogy ennyi rákos ember van, vagy ennyi megbetegedés, az a lelki erőnek a hiánya? Mert a léleknek a megtartó erejét felülírja a környezeti ártalom, mondjuk? Igen, úgy van. Tehát a környezet a lelkedet állandóan bombázza. A sűrű anyag. Mennél sűrűbb anyagi közegbe vagy, túl sok vas van körülötted, túl sok ólom, nehéz fémek. Nem kell, hogy a gőzét belélegezd meg minden, elég, ha mélyen a föld alatt van, alattad, és fogsz hullani, mint a záporeső. Mert olyan a környezet. Mert átír téged, kitörli a lelkedből a képet. Honnan tudja a tested, hogy te meddig tartasz? Hogy a sejtek osztódásánál itt már a bőrömnek kell lenni. De honnan tudja, hogy itt a bőröm? A lélek vetít egy holografikus teret, méghozzá egy mozgó, élő holografikus teret, és ebbe belenőnek a sejtjei. Egy sablomba, és tudja mindegyik, hogy én nekem májnak öleni, nekem meg csonnak. Mert ott a hologramban egy olyan sejt van ábrázolva, és azt kitölti szépen, és hogyha elpusztul egy sejt, valamilyen betegség, vagy akármi fogysz, vagy elpusztul egy sejt, akkor ahogy megint van táplálék, tehát tudsz anyagcserét folytatni újra, új anyagot tudsz fölvenni, akkor megint elkezdesz meghízni, megnőni, és így tovább. Tehát újra helyreállítja, regenerálja a képet. De ha az a kép megsérül, amit kitölt, akkor mit történik? Hát akkor azt tölti ki, ami van. Na jó, de mi van, hogyha, mit tudom én, telezabálod magad valamilyen ólommal? Mert mondjuk egy mocskos szemétláda, a paprikába belerak egy kis miniót, mert olcsó hozzájutott. Érted? És belerak, mert az is piros, ez is piros. Mi történik? Te belerakod a pörköltödbe, megeszed. Nem veszed észre, mert mondjuk nincs neki olyan rossz íze, furcsa íze van, de megeszed. És mi történik? Hát ólommérgezést kapsz, mert tele lesz a szervezeted ezzel a mocsodék miniummal, ami ólomoxid, tele leszel vele, és elkezd, mi történik vele. Az összes sejtjeid közé bekerül a gyomrodba, aztán bekerül még a véráramodba is, és mi lesz? Hát ott, ahol van, arra gondolja, hogy a könnyű elemek, amiből állsz, mert mind könnyű elemekből állsz, a vas, talán a legnehezebb elem bennünk, meg a magnézium, de hát ezek, a magnézium is egy könnyű fém, a vas már nem olyan könnyű fém, a maga elég nagy fajsúlyával, 56-os atomsúlyával, vagy mennyi az atomsúlya, így van valahogy már, de abból nagyon kevés van a véredben, úgy egyébként meg alig van benned. Tehát egy százas szögnyi vas van benned, vagy annyi sincs. Összesen. Tehát nem olyan sok van benned. De attól nem lesz benned vas, hogy beleszúrod az almába a szöget. Mert ilyenek voltak, hogy vas, aha, vasat kőnek kiadni, akkor szúrjuk bele az almába, megesszük az almát, lesz bennünk vas. Vagy itattak velünk vaskloridot. Meg ilyen mocsodékokat itattak velünk. Mert a materializmus előretörésével úgy gondolták, hogy mindegy, az vas-vas. És akkor eszel vasat, aztán majd az beépül. Hát a rossz sebet épül be. Dehogy épül be. Tudnék, az a vas nem is épül be a szervezetedbe, hiába szopogatott a vasszöget, nem fog beépülni a szervezetedbe, mert az az anyag, az egy szervetlen anyag. Csak a szerves vas épül be a szervezetedbe, a szervetlen nem. Ha megeszel egy vörös húst, vagy mit tudom én, már Európában már nem is eszik meg, de ilyen lépet, vagy ilyesmit megesz, a macskának szokták csak adni a lépet már, de megeszel egy disznólépet, ami tele van vassal, az ízén is érezni, hogy vas íze van a lépnek, na attól az bekerül a szervezetedbe az a vas. Csak hát az a fikázás miatt nem eszik már meg, mert hát ilyen, a macskának való, de eszek én meg ilyet. De közben abból kerülne beléd vas, ehelyett inkább szöget szopogat, vagy mit tudom, hülyeségeket csinál. Tehát a régen ugye az volt, hogy megették a véres hurkát. Véres hurka tele van vassal. Ugye hát a vasra van szükséged, egyél véres hurkát. Menj a henteshez, vegyél véres hurkát, és edd meg. Tehát az tele lesz a disznó véréből a szerves vassal, ami föl fog benne szívodni, és azt tényleg helyreállítja az egyensúlyodat. A vegetáriánus vagy hiába eszel répát, abból nem lesz vas. Értitek? Ez a baj. Tehát káposztából se lesz vas. A zsidók se eszik meg a vért, azt ki kell enni. Vannak is nagyon tipikus zsidó betegségeik a zsidóknak.
a rögeszmék miatt vannak bizonyos tipikus, nagyon tipikus zsidó betegségek, amit az orvosok is mennek. Az kimondottan csak a zsidóknak szokott lenni. Tehát nem esznek meg ilyet, nem esznek meg olyat. Igen, miért van a Bibliában? Azért, mert rosszul fordították, félremagyarázták, félreértették, ezerféle dolog van. Mit tudom én, egy lánynak nem szabad a kőre leülni. Tehát nem ülhet le a Dunaparton a lépcsőre, mert a kőre szigorúan tilos a lánynak leülni, mert ugye fölfázol. Na jó, de hát ha 40 fokos a lépcső, miért fáznál te onnan föl? De szó sincs erről. Hanem félreértettek egy bibliai szöveget, és aztán ebben megmagyarázták, hogy azért lett beteg, mert ráült a kőre, tehát kőre nőnek nem szabad ülni. Tehát ettől kezdve ilyen rossz következtetések vannak, de ezer ilyen van, nem csak a zsidóknál, van mindenhol vannak ilyen marhaságok, félreértett szavak, vagy félrefordított szavak. Mert például az biztos, hogy hallottad már a bibliai szövegben, hogy boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Na most hát nem, mert az eredeti szövegben, ha megnézed a görög változatot, ott szelidek van. Boldogok a szelidek, mert övék a mennyek országa, és nem pedig a lelki szegények. Ez nagyon nagy különbség. A lelki szegény az a hülye. Na most érted? Hát azért nem. Tehát jó, hát a hülye is maga módján boldog tud lenni, de hát hogy mondjam, hogy mi van ezzel? Semmi. Tehát a boldog együgyűségben élnek, hát annak is megvan a maga előnye, mert így nem okoz neki semmi gondot, mert úgyse tudja, hogy gond van. Nem érzékeli, hát az nem is vesz észre. Tehát vissza tessék parancsolni. Nagyon jót kérdezel, és nagyon fontosak. Elkezdtem elmondani, de bekerülnek az ólomatomok a szervezetedbe, és el is kezdtem elmondani azt is, hogy könnyű elemekből állunk, szén, nitrogén, oxigén, ezek viszonylag könnyű elemek, 16-os, 14-es, 16-os, 12-es, ugye? Szén a 12, a nitrogén a 14, az oxigén 16, tehát ezek mind hidrogén 1, tehát ezek mind könnyű elemek. A Mendelejev táblázatnak a tetején vannak a legkönnyebb elemek, és megbeszeded az olmot, ami már mindennél nehezebb dög nehéz elem, az uránhoz hasonlítható hatalmas fajsúlyú anyag, és mi történik? Leharsogja a hullámterével a kis könnyű elemeknek szóló, szépen szól a hegedű szó, a szimfónia, érted? És ez meg egy ilyen rezes banda, és leharsogja a szép kis szimfonikus zenekart, ugye? Ami egy ilyen kis vonós, négyesecske, szépen játszó, ez játszik le téged. Ugye a te kis könnyű elemek által és könnyű elemek számára szóló kis vég, kedves kis nótát. Jön egy ilyen őrült nagy hangerejű üsdobokkal, és mit tudom én, és lecsindad, rattázza az ólomatom az összes atomot a pályáról, én vagyok itt a legerősebb. Igen, de én nem vagyok jó semmire. Mert ez nem tud beépülni. Az arany is. Arany is. Az arany is, csak az aranynak az az előnye, a hátrányai miatt, mert csak nem ajánlom, hogy te arany között aludjál. Nem ajánlom, de nem ajánlom, hogy olyan, mint a ólom között aludnál, ugyanolyan kárt okoz. Tehát a nagyon sok arany tégla között aludnál sokat, mert mondjuk egy biztonsági őr lennél, és az arany téglákat őriznéd, és ott magadra csuknád az ajtót, úgysem, mert oda senki bejön, azt aludnál, mert jót tudok ott horpasztani. Igen, de hamar meghalnál rákba. És nem tudnád, hogy miért. Az aranykolloidok is veszélyesek. Igen. Rákkeltő. Terjednek ilyenek, én tudom, én olvasom ezeket, de veszélyesek. Az ezüst is mérgező, és mindent. Mérgező, az ezüst is mérgező. Hát most mondjuk az aranynak az az előnye, hogy nem nagyon oldódik vízben, meg zsírba se. Ugye, mert ha megeszed, ez a két veszély fenyegeti, hogy vízben oldódó, vagy savakban oldódó, vagy lúgokban oldódó, mert a gyomrodban még sav van. Már a patkóbeletben már ugye közömbösítődik a hasnyálmirigy által kiválasztott lúgosabb anyaggal, azért, hogy már semlegesítse a gyomorsavadat, mert az barom erős sósav, pepszin keverék, az emészti meg a kaját benned. De biztos hánytál már, mint amikor nyuszik
A Nyuszika nézi a zsiráfot, hogy iszik a folyónál, és ja, de jó, neked ilyen nagy, hosszú nyakad van, és akkor megy fölfele ez a víz, és milyen sokáig megy, milyen jó érzés lett neked. Leszól a zsiráfnak, hány tamány, Nyuszika? Tessék, valancsony. Az elszüst és az aranykoroid, az egész biztos, hogy úgy működik, hogy a mikroorganizmusokra azon a szinten hat, viszont a nagyobb szervezeti felépítés rendszert viszont annyira nem bántja. Tehát többet használ, mint amennyit áll. Hát én nem tudom. A helyzet az, hogy, hogy az arany a drágasága miatt az emberek fejébe borzasztó indulatokat vált ki. Bennem nem, nekem ugyanolyan bádog, mint a alumínium kanál. Szóval nekem bádog, szóval én bennem az arany sose váltott ki semmilyen izgalmakat, meg érzéseket, tényleg nem. Annyira nem tudott érdekelni, hogy, hogy most arany, hát most akkor mit csinálják vele? Bádog, fém, hát kész, nem rozsdásodik. Most az az aranynak a lényege, hogy nem oldódik szinte semmiben, és ezért nem keletkeznek oldatok, mérgező oldatok belőle a szervezetedbe, ami beépülnek könnyen a sejtekbe. Tehát ezért az arany viszonylag jó, a platina is ugyanilyen. De nehézfémek, és mint nehézfém, minden nehézfém káros, mint a higany is, vagy akármelyik. Tehát a higany se oldódik nagyon az embernek a gyomorsavába sem, de hát azért nem ajánlom, hogy higanyt igyál. Nagyon erősen mérgező anyag a higany, és hát kifosod a beledet egy pillanat alatt. Szóval az nagyon durva mérgezést tud okozni a higany. Például volt olyan, learapta a hőmérőt, tudod, lenyelte a higany, aztán utána rohangált két napig. Olyan hasmerést kap tőle, hogy az abszolút abnormális. Tessék, van csak. Mondja Beti, hogy a középkorba a vízhozás hordókba tettek ezüstpénzt. De azóta arra a környezetre hatott azokat a mikroorganizmusokat. Nem, az ezüstpénzt nem azért rakták, az űrhajósoknak a tartálya is ezüst tartály. Tehát a víz tartálya az űrhajón, nem az űrállomáson is, nem poshad meg benne a víz, így van. De azért nem poshad meg, mert kinyírja a mikroorganizmusokat. Mert kinyírja a mikroorganizmusokat, így van. Az ezüst terület között divatja is bizonyos szempontból nem volt jó. Az aranykanál az jó, mert az nem oldódik. De például ezt az alpakát én rettenten gyűlöltem már gyerekkoromban, és volt az új ezüst. Nem csak az, hogy zöld lett, olyan szar íze volt, ilyen rossz íze volt. Nagyanyám mindig azzal, mert elegáns volt, tudod, ilyen cizellált családi ízék voltak még, és akkor ez volt nekem a nosztalgiája, hogy kitette ezeket a kanalakat, és ilyen íze volt, nem szerettem. Milyen? Szidol íze volt. De lemosta, de akkor is ilyen íze. Szidol íze is volt neki, meg ilyen réz íze. Ilyen réz, meg cink íze, nagyon szar íze volt neki. Ez ilyen ötvözet, ami ezüstnek néz ki. Tessék, parancsolj. Én azt szeretem volna mondani, hogy ez, amiről beszélsz, ez irtózatosan egybevág megint a sehólakokkal. Ugye a misztixek, ezek a fém lényeknek a közelébe, ismert világegyetem összes élőlénye, kivéve az ember, akinek vas van a vérébe, mindegyiket kinyírta. Emlékszel a könyvben? Emlékszem, persze. A közelébe volt, persze. Akkor meghalt. Illetve, hogyha összeálltak, akkor egy olyan rezgést, olyan speciális rezgést állítottak elő. Hogy megálltak a csillagok, igen. Tehát ki tudta a csillagokat, ki tudták oltani. Valamiért nekik az kellett, ki kellett oltani a csillagokat, és ezért. Ez egy érdekes, tese? Hideget bírták. A hideget bírták, a meleget nem szerették, igen. Tehát, de ezek is mind érdekesek, ugye ez összefügg azzal a zajjal, amiről beszélt az elején, és itt van. Tehát ezek összefüggenek. Azt egy olyan ember írta a Seol lakókat, aki tényleg járt földön kívül. Tehát ez azért, az egy teljesen, az nem egy skifi, hanem egy útleírás. Ezben az érdekes, hogy az egy útleírás. És ez az útleírás megtörtént vele, leírta, nagyon jó kis útleírás, nagyon jó is, és tele van az univerzumról olyan, hogy hipertérről beszél, meg ilyenekről, amiről más nem beszél. Tehát a többiek, van hipertér, de ilyen föl kell gyorsulni fénysebességig, hogy már minden csillagok ilyen csikokként rohannak el melletted. Na most, hát azt mondom én, hogy haver, ha a csillagok egymástól 3-4-5 fényév távolságra vannak, akkor, hogy te ilyen kilométer kavicsnak lássad, hogy így elmegy melletted, ahhoz már 1000-szeres fénysebesség, 10000-szeres fénysebesség még gyorsabban kell haladnod. Még annál is több. Mert különben, hát arra gondolja, hogy 4 év alatt érnél át fénysebességtől egyiktől a másikig. Hát az olyan lassan mozogna, 4 év alatt haladna ide oldalra.
innen oldalra. Na, azt kérdezed, az, hogy jó, így mennek ezek a csillagok, hogy csíkba mennek össze. Négy fényév per szekundumban kéne, hogy menjél. Így van. Hát az valami elképesztő sebesség lenne, és hát persze nem lehetséges. Nem lehetséges. A világűr már csak az, és már a világűr nem üres. Tehát arra gondoljál, hogyha csak köbkilométerenként egy darab hidrogén atom kóborol. Annyi van. Annyi mindig van. Tehát az azt jelenti, hogy egy kilométerszer egy kilométeres kockába egy darab kis nyavajás hidrogén atom itt ott kóborol. Tehát az már nagyon ritka légkör. Mondjuk így. Na és hányal ütközöl össze, hogyha ezt a sebességet fölveszed? Arra gondolj, hogy beérkezik egy űrhajó a légkörbe, fönt még híg légkör van. Nagyon híg. Tehát háromszor, négyszer, ötször hígabb, mint ez a légkör, amihol most vagyunk. Tehát egy baromira híg légkörnek a tetejére megérkezik, és elkezd fölizzani az űrhajó, mert kozmikus sebességgel érkezik meg, az 11 km másodperc, 11,2 másodpercenként, amikor már belép. Na most ez a belépési ablakba beletalál, akkor is fölizzik az űrhajó eleje, vörös, fehérre fölizzik a levegő atomokkal való ütközések miatt. Mert folyamatosan ütközik. És akkor én a buránnak a fejlesztésével részt vettem, és akkor javasoltam, hogy elektrétekkel burkolják, azóta már megcsinálták. Na jó, de ezt én 20 éve mondtam. De az űrrepülőgép már nem fog bekerülni az oroszok űrrepülőgépbe. Az repül, működik, csak nem beszélnek róla. De az oroszok is megcsinálták ugyanazt, mint az amerikaiaknak az űrrepülőgépe, csak a burán az lesz a pilóta nélkül is. És pontosabban érkezett meg, mint az amerikaiaknak a pilóták által vezetett űrrepülőgépe. Tessék, Roncsa! Műholdakkal iszonyúan fognak szívni a következő 10 évben, mert egyre nagyobbak a műhold ütközési statisztikák. És amikor két műhold összeütközik, akkor lesz belőle 1000 törmelék. Az 1000 törmelék 1000 fele megy, akkor megint ütközik valamivel, akkor az a műhold is szétmegy, és az egész olyan négyzetesen nő, hogy kiszámolták, hogy ha nem tudom, 30 vagy 40 műhold évente összeütközik, akkor utána négyzetesen a baleset... Beborítja azért az egész környező világűrt. Igen, az a kép, az nagyon aranyos. A Földön, Föld körül keringő műholdak, de hát nem ennyi van, hanem ilyen 30-40 ezer különféle szarros kuka, szemetes edény, minden kering a Föld körül. Tehát nehogy azt gondolod, hogy űrhajós milyen szép, és a fenét. Az űrhajósok szarát belerakják, ilyen, mint a régen teljes kanna volt, ilyen belerakják ilyen kannába, azt kidobják. Szia! Azt tetszik, csak majd érkezik, és a humán süsű gyönyörködve fogja nézni, hogy jön be a légkörbe egy ilyen üstökösszerű, fantasztikus, színes és ragyogó valami, és jön a szar befelé, és tárarára, fölízik, lángolva ég a szar, gyönyörű. Tehát érted, mert a látványt látja, de hogy a szaros kuka az meg se fordul a fejébe. Mert hogy ledobálják ezeket a szaros kukákat, aztán az, hogy jön befelé, tárarára, puf, bejön a légkörbe, hát megérkezik a háza közepén, mint Vácon volt egy ilyen eset, senki nem tudja, nulla magyarázat, egy bazli nagy jégkocka érkezett, de ilyen nagy jégkocka, ekkora nagy jégkocka érkezett, így a tetőn keresztül és így megérkezett a szoba közepére egy bazli nagy jégkocka, a tetőt kivitte, az égből érkezett. Mint egy csomag. Elkezdett olvadni a melegbe. Az egész vizelet volt, így van, egy nagy húgykocka volt. Most képzeljétek, megérkezett szerencsétlen Fali, ül és vacsorázik, megérkezik elé egy ilyen köbméter húgy, és elkezd kiolvadni a szobája közepén. Most mit kezd ezzel? Szétvágja, vagy mit csinál vele, érted? Nekiáll egy ilyen láncfűrészre, fődarabolja és kiordja, vagy mit csinál? Szóval azért azért, ha megolvad, akkor meg úgy fölázik az egész padlója húgyba, és olyan bűz lesz nála, hogy a klotyóba illatos hozzá képes minden. Tehát ezt, képzeljétek ezt el. Na, de az volt az érdekes, hogy szar nem volt benne. Tehát ha azt mondanád, hogy ez egy klotyóból nagyon érdekes.
És tudod azért, hogy elgondolkodható a dolog, mert hogy a, ugye ki a Duna vizét issza, saját vizét issza vissza. Na most a na most milyen érdekes, hát mi a bécsiek vizeletét isszuk, és hát ugye alattunk meg Mohácson, meg a milyenket isszák, persze, mondanom se kell. Az űrhajóba a szart az besűrítik, a húgyot meg visszaforgatják ivóvíznek. Kitisztítják mindenféle vegyszeres eljárásokkal, és visszadesztillálják a pisát. Meg ivóvizet csinálnak belőle, komolyan. Nem volt jó a WC. Nem az nem volt jó, hanem a WC romlott el. Hát ez a WC, ez $1 millió egy ilyen WC, de ez egy orosz WC volt, és elromlott. Na most azért elromlik egy ilyen WC, azt gondolta, hogy hát elromlott a WC, hát nem tudja leúzni, leönti kész. Hát csak a szardarabokat alkulázták napokig. Hát persze. Szép ment az egész. Hát persze. Persze, hát a, képzeld el, hogy egy nagyot találsz fingani, és egy ilyen keményebb darabot belepukkantasz a WC-be, azonnal így kipattam, mert súlytalanság van. Ha brunyálsz, akkor azt gondolod, hogy hát az ott lefolyik. Nem, nincs gravitáció, nulla gravitáció van. Most ezzel mi történik? Hogy pisálsz, így visszapattan a klotyó aljáról, és így röpköd a fejed körül. Na most ilyen sárga kis gömböcskék röpülnek körülötted, na most ahol a bőrötös hozzáér, abban a tized másodpercben a felületi feszültség miatt így befutja a pofádat. Tényleg ez történik, a szardarabok itt, ülsz nagy, ugye át a klotyon, ugye el vagy magaddal, egyszer csak így, egy ilyen nagy kulai jelme, ellebeg előttem azért ezek mind olyan meglepetések, tudod, mert a földön ilyen nincsen, a kula leesik, a pisa lefolyik, kész. Na de hát ott ez nem így van, így legkisebb izére fölemelkedik a klotyóból a nagy vímes doboz, amit kinyomtál magadból, és így elkezd körülötted repkedni, és természetesen te vagy a legjobb gravitációs jelölt, ugye, mert hogy természetesen, mert tömeged van. A levegőhöz képest neked tömeged van. Az azt jelenti, hogy a levegőbe is jó úszni ennek a szarnak, de amikor hozzád él, na az nagyon érdekes lesz, ugye? Ha híg, akkor rögtön szép fut rajtad. Ezért megvannak ennek azért a veszélyei. De most ez a klotyó rohadt le a izébe most az űrállomáson, vittek már föl klotyót. Millió, tehát ilyen 100 milliós kiadások dollárban is ez a klotyó csere. Megpróbálták megjavítani, de nem igazán tudták, és a szarúszkát körülöttük. Hát ez a veszély bizony fönnáll. Nagyon érdekes. Tehát a világűrben csak azt gondolod, hogy hát az milyen élvezetes. Hát tudod, képzeld el, hogy be vagy zárva egy ruhásszekrény méretű szarba, ahol hatan laknak, izzadnak, finganak, húgyoznak, szarnak, rettentő büdös van, a kajának is már, ezért a kaja az csak tubusból van, tehát nyomod az etetődbe ilyen tubusból befelé, mint régen a tudod, ahogy a ízét ittük a sűrített tejet, igen, az nagyon jó volt, így tubusból így be az etetődve. Nagyon szerettem a sűrített tejet, még mindig. És mostanában már nem ettem, mert amikor gyomorbeteg voltam, akkor a végén már csak sűrített tejet tudtam enni, úgyhogy eléggé megártott a sűrűszer, hogy vagyok a sűrített tejet most. Hát jó van, kicsit sokat ettem belőle. De amikor kölyök voltam, akkor ilyen olcsón adták ilyen dobolt sűrített tejet, és akkor 6 forint volt az a doboz. Emlékszel rá? Igazat mondok, ő is azt mondta, hogy 6 forint, igen. Tehát 6 forint volt egy olyan doboz sűrített tej, de azt megetted, nem volt teljes, az mit tudom, egy liter tejnél többnek felett meg, de sok cukor volt benne. Minimál dizájn volt, de a sűrített tejnek viszont jó íze volt benne, én nagyon szerettem. Volt az cukor nélkül is, mert tehát rá volt írva, hogy molokos szaharom, szóval cukorral, tejcukorral. Igen, ezek is nagy dolgok, én is elkövettem. Én is ettem ilyen őrületeket. Persze. Meg előfordult ilyen tubusos vicc, hogy bedugult a paprikától a ilyen pritaminos, volt ez a, tudod, ez a ilyen paprika tubusba. Pritamin. De azt úgy hívtuk, hogy pritamin. Na, nem az volt már neve. A nagyanyám az úgy hívta, hogy pritamin. A piros aranynak hívták, igen, azt mindenki ismeri. A lényeg az, hogy nyomom nem jön, de puha volt a tubus, tehát volt benne. Nyomom nem jön. Nyom!
nyomom nem jön, nyomom nem jön. Egyszer csak puff, kijött a dugó belőle. Volt benne egy darab paprika, ami bedugta, és puff, elkezdett jönni belőle. Az egész konyhát vörösebbet takarítottam vele, bár ez semmit nem lehetett lemosni belőle. Az úgy fogott, az hűtőszekrény oldala örökre piros maradt, érted? Az kezd. Ezzel nagyon kell vigyázni, Gyuri, mert a mostani pillanatragasztó, azok is ilyenek, ezek az ócska kínai, ahogy a bedugul, és akkor megnyomod, és akkor egyszer csak kipröccs, és belemet a szembe, meg mindenhol. Igen, aztán lecsukod a szemed, többet ki se nyitod. A pillanatragasztó? Amikor bejött, akkor hány kollégámnak ragasztottam össze az ujját vele, ilyen nagyszájúaknak, tudod? Ilyen rettentő nagy arcok voltak, tudod? És akkor még csak ilyen technokon rapidok voltak, még ilyen szarok. Az meg nem fogott, tudod? Megkented, azt egy óra múlva még mindig ilyen takony volt. Az nem száradt meg gyorsan. Na, meg ilyen halenyv, meg ilyen szarok voltak még, tudod, ilyen uhuragasztó, meg ilyen, hát ilyen rettentő trágyaragasztók voltak csak. És akkor jött ez a pillanatragasztó, az ilyes, és akkor valamit odaragasztottál, 5 másodpercig oda nyomtad, az már nem jött le többet. És egy kollégáknak, hogy ez egy olyan ragasztó, 5 másodperc alatt összeragasztja az ujjadat. Veszélyes hülyeség, 5 másodperc, persze nem hittnek ilyennek. Egy csepp az ujjára, számolj 5-ig, nyomd össze, és mondd azt, hogy 1, 2, 3, 4, 5. Na, most akkor már mehetsz. Szóval nem jön szét az ujjam. Hát mondom, nem jön szét, nem jön szét. Zsillett pengével magdossák szét az ujjukat. Úgy összefogta, érted, kész. De legalább 200-nak összeragasztottam így az ujját. Úgyhogy én ezzel lányoknak is ilyen nagy szájúak, tudod, aki ilyen nagy arc volt. És ilyen, jó van, nem ragad össze, na próbáld ki. Hát persze, azon izéltünk, hogy képzeld el, hogy ki lehetne valakivel tolni, hogy álmában ugye a két ujját ráragasztod ide a homlokára. És többet le se tudja venni a pizsamáját. Nem tudja csak ollóval levenni magáról, de fölöltözni se tud. Bolond ilyen, volt ilyen Angliában, hogy az öreg lány alá egy egész tubussal belocsoltak, aztán beleragasztották vele az ülésbe, úgyhogy ülési együtt vitték be a kórházba a buszról. Alá locsoltak, ilyen csibész kölykök alá locsoltak egy ilyen ragasztót. Tessék parancsolni. Van a Loktárnak egy ilyen nagyon brutális ragasztója, ami a hegymászoknak van, hogy húrnak egy lyukat, beletesznek egy üvegfiolát, ahol a ragasztót, azt betolják, és utána a kicsit belerakják, és beütik. És akkor az ugyanúgy megköt. És valami expedícióból Magyarországon, nem tudom, maradt, gondolom, és azzal szórakoztak, hogy volánbusz, nem tudom, mindenféle BKV szarokat így ugyanezzel összeragasztottak, és nem akart elindulni. Nem tudom, valami 4-5 helyen, évekkel ezelőtt volt ez a történet, hogy ezeket így felhasználták, és ki kellett cserélni a, nem tudom, a tengelyt, meg minden szírszart. Persze, le lehet ragasztani, a gumia alá benyomod, és leragad, van ilyen műanyag ragasztó, a 496, azt hiszem, hogy benyomod a négy kereke alá egy kicsit, és hozzáragad a izéhez, egy nagyon picit rá tudod tolni, de csak egy picit, hogy rámenjen. Tehát kicsit megtolod a járművet, azt meg lehet annyit tolni, csak hogy éppen rámenjen erre a ragasztóra, aztán szia, el akar indulni, és hazsabá, nem megy, hát ez annyira. Akkor csivészek voltunk, megcsináltuk, hogy a Palinak leszerettük a négy kerekét, akit nagyon utáltunk, és aláraktuk téglákat. És akkor beszállt a kocsijába, gázt adott, minden forgott, kerék ad, izé leveszi a kuplungról a lábát, nem indul. Hát miért nem indul? még jobban. Aztán egyszer csak újra lerázkodott a tégláról a nagy izé gázadásokba, csak puf, leesett, csak darabig köszönült a földön, akkor sem ment. Tehát ilyen hülyeségeket csináltunk persze. Hogy mondjam, meg rengeteget szórakoztunk a konzervdobozzal, az meg csibészkölyök. 8-ban jöttem fel, 8. kerületben csibészkölyök. Összefűztünk, mint amit az amerikaiaknál divat is, tudott, hogy ilyen frissen házasodottaknak a kocsijára rákoztottak, ilyen konzervdoboz füzért nagy csörömpölve mentek. Na hát azt csináltuk állandóan, hogy volt egy csomó ilyen konzerv, 56 után tele voltunk konzervekkel. És akkor konzervdobozzal, de tele voltunk konzervdobozzal, mert erre kaptunk ilyen adományban mindenben konzervdobozokat. Tehát mindenféle szét voltak dobálva a konzervdobozok. Amerikai népadomány, így van, adománya. És akkor erre összefűztük őket ilyen izébe, beleraktuk a kisebbet, a nagyobban, még kisebbet, izébe beleraktuk, össze volt fűzve, azt így beraktuk egy kocsi alá, még bement a pali a közérbe, aláraktuk, ráakasztottuk a lőkárítójára, aztán szia. És akkor elindult, hogy bam, 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 nagy csörömpölés. Persze, de mit csinált mindegyik? Nem vitte el.
hanem mérgében leakasztotta, vagy letépte, és ment tovább. Mi meg mentünk, összeszedtük, rákötöttük a sárgát, mentünk a következő áldozatot kinézni. És ezzel szórakoztunk mindig délutánonként, nagyon jól szórakoztunk. Tehát mi csibészgyerekek nagyon jó. Olyan jól szórakoztunk, nem okoztunk mi senkinek ezzel kárt, de szétröhögtük magunkat. Hát szóval, tudod, de amilyen pofákat vágtak meg, mit tehát az minden. Mi ezzel nagyon jól szórakoztunk. Hát nem volt túl sok autó, igen. Nem volt. Akinek autója volt, meg is érdemelte. Úgy, ahogy mondod, az meg is érdemelte. Mert tényleg autója nem lehetett akárkinek, meg telefonja se. Na, van-e valami kérdésetek? Egy témával vágó is lehet akár. A rákról. Nézem, még van egy fél óránk, még beszélhetünk a rákról. Tehát, eleve miről szól a történet? Én annak idején a Zsebő klinikán dolgoztam a Zsebő professzornál, aki a Röntgen klinikának volt az igazgatója, és ez egy nagyon rendes úriember volt, nem láttam, hogy hol az egere. Valaki gyorsabb rájtotta az egeremet, azóta nem tudok vele mit kezdeni. Jó van, először ezt kell kiosztani, aztán ezt. Na, egymáson voltak, azért nem tudtam. Azt hittem, hogy nem kapcsol, de kapcsol. Leállítjuk, ne zörögjön ez itt, miért zörög. És... Úgy, most még jobban zörög. De mindjárt abba hagyja. Tehát a rákról, mi is a rák? Most már egy csomó mindent tudtok, tehát már, ma már vettük ezt a témát, ugye? Arról volt szó, hogy a lelked vetít egy hologramot, ez nem fény hologram, hanem egy létezési hologram, nem tudom másképp nevezni, időből álló hologram, téridőből áll. Tehát nincsen semmilyen anyagi tartalma, transzcendens a végtelenség. De ez a hologram látszik a Kirlian fotókon. Tehát van egy ilyen eljárás, a Kirlian fényképezés. Látszik, én csináltam személyesen is ilyen képeket, nagyon jól sikerült. A kedves feleségem is segített ott a sötétbe adogatni dolgokat, meg mindent. Csináltunk legalább 200 ilyen képet. A színesek nem igazán sikerültek, de a fekete-fehérek közül volt, amelyik borzasztó jól sikerült. Ezek megvannak részben még mindig, tehát meg tudom nektek ezeket mutatni. És mi a lényeg benne, hogy a levélnek levágom a végét, és a Kirlian felvételen látszik a levélnek az a része, amit levágtam. Ami nincs ott. Bedobtam a kukába. Na de hogy merészel ott egy levélcsücske lenne, amikor én levágtam? És ott van tényleg. Hűha. Miről szól a történet? Itt már nincsen a... Nem mondhatjuk azt, hogy a lelke vetíti, vagy mégis? Mert mennél nagyobbat vágok le, annál halványabban jelenik meg a csücske a levélnek. A rész vetíti az egészet, és az egész a részt. Így van. Tehát milyen érdekes, hogyha csináltak ilyen felvételt, hogy egy ilyen ág, ami leveles ág, arról csináltak egy Kirlian felvételt, és utána egy expozíciót, és utána ez azt jelenti, hogy rákapcsoltak nagy feszültséget erre az ágra, és ez a nagy feszültségű térben ilyen korona kisülések jelentek meg a leveleken mindenhol, világítani kezdenek a sötétben a levelek a nagy feszültség miatt. Ha-ha, ez egy ilyen fémezett üvegbúr alatt lett lefényképezve. Az volt a másik elektróda. És a maga a növény szárára volt rákapcsolva a nagy feszültség másik fele. És ettől kezdve ilyen koronakésülés formájában szépen megjelentek a levélnek a késülései. Utána letépték az összes levelet az ágról, visszatették az ágat, és megint csináltak róla egy felvételt. Azon is voltak levelek. Tehát az levél a kukába. Ennek ellenére rajta volt a felvétel. Megvan ez a felvétel, meg tudom mutatni. Látszanak a levelek. Hogy? Hogy a csodába? Hogy merészel látszani az a levél? Hát ledobtam a kukába. Igen, de az ág tömege, azok az élő sejtek, azok még vetítik a levélnek a helyét. És akkor vedd észre az analógiát azzal, hogy beszéltünk arról, hogy a Waterloo-i csatamezőn ott van a csata. Még mindig ott van. Tehát benne van a földben, a kövekben és mindenben ott van. A lovak száguldása, az emberek meghalása, ordítása, a csata ott van. Tehát egész hihetetlen. A durogás, a lövöldözés, az ágyú, ez minden benne van
És emlékszik rá a környezet, hogy ott csatamező van. És ez ugyanúgy emlékszik arra, hogy ott voltak a levelek. Mert hogy a levelek vetítették az ágat, az ág vetítette a leveleket. Tehát ez oda-vissza működő valami. És az egész fa vetíti az összes többit is. Tehát minden sejt mindent vetít. Na jó, de hát egy darab sejt halványképet tud vetíteni. De sok sejt együtt, sok tízezer, százezer, millió sejt, az már egy intenzívebb képet tud vetíteni. Ezért ha levágtam egy kis darabot, az nagyon látszott a hegye. Ha nagyobbat vágtam le, akkor az egyre halványabb lett. Ha már felét levágtam a levélnek, ma alig látszott valami. Mert addigra már a halvány a kép. Tehát azt már én az én módszeremmel nem tudtam olyan jól megjeleníteni. Tehát ez benne a nagyon fontos, hogy ez így működik. De most a rák mi, hogy kerül ide? Ugye vetít a lelked egy egészséges képet. Na most, az egészséges képbe valami hiba keletkezik. Mondjuk, mert a kép vetíti az egészet, az egész a képet. Tehát oda-vissza működik. Te megeszed az olmot. Az ólom mindenfelé muzsikál benne, százszor nagyobb hangerővel ordít a zene, mint a kis vonos négyes, a csinnadratta hangosabb. És ez visszaíródik a lélekbe. Igen ám, csak nem illik a képbe. Beleíródik, de nem illik oda. Keletkezik egy ilyen bizonytalansági luk, vagy mi a fenének nevezzem, egy zárvány, mert a hologramnak egy része megsérül. Mert ugye egy helyen mondjuk a májadba túl sok ólom rakodott le, vagy a vesédbe, vagy mit tudom én hová, akkor a vesét által vetített, visszafelé, a lelked felé vetített kép, de megjelenik ez a baromi sok ólom. Ez a baromi sok ólom egy nagyon erős képet ír, és ezt a nagyon erős képet fogja visszaválaszolni a lélek a vesédnek. Igen ám, csak hogy abban a képben nincs élet. Mert az ólom nem élő. Az nincs benne az élő képben. Hiány, ez egy felesleges. És ettől kezdve szar van a palacsintába. Tehát nem tudják a sejtek, amikor osztódnak, hogy mit kell nekik csinálni. Osztódik, és ilyen hülye sejtek keletkeznek. Általában még színük sincs, fehérek. A rákos sejtek gyakran fehérek. A rák daganat is fehér. Fehér színű a sejt. És akkor, tehát ezek a rákdaganatok is fehéresek. Vagy ilyen világos rózsaszín fehére. Sok ilyet láttam. Életben is, mert műtös voltam, úgyhogy láttam én ilyeneket. Tessék, parancsolj. Hát, hogy hülyeséget kérdezek, de a lélek lehetséges, hogy képes a kontraszt arányát növelni ennek a kivetített? Tehát, hogy attól függ, képes a kontraszt arányát? Én azzal gyógyítok. Káros tér. Igen, én azzal gyógyítok, hogy növelem a kontraszt arányt. Tehát amikor én a te képedet növelem, az a lényeg, hogy ha nincs már, vagy annyira szar a képed, akkor, hogy mondjam, akkor újra telepítem a Windows-t. Mert akkor bizony, legalábbis bizonyos elemeket megpróbálok bele újra telepíteni, ha sikerül, akkor te meggyógyulsz. Tehát újra telepítem az a rendszer programot, mert ma annyi hiba van benne, hogy állandóan lefagy, meghal, kimerevedik, bizony, minden baj van vele. De hogyha újra telepíted, akkor fut rendesen, jó vele, minden lehet vele dolgozni, nincs vele bosszankodás. Tehát ugyanez, hogy én fölcsavarom egy kicsit a kontrasztot, tehát hogy jobban látszon a kép. És ettől kezdve már tudják a sejtek, hogy milyenné kell ott válni, milyennek kell osztódni, hogy kell kinézni. Mert ez ugye morfológiailag is, vagyis hogy alaktanilag is meghatározza, meg működéstanilag is meghatározza. Mert egy őssejt ezért gyógyító hatású. Miért jó az őssejt? Mert az őssejt még nem specifikálódott sejt. Vagyis, hogy olyan, mint a petesejt. Még bármi lehet belőle. Bármi. Na most, osztódás után még egy nagy területen ugyan egyre inkább specifikus sejt lesz, mint amikor egy csecsemő vagy osztódik, egy embrióba osztódik mondjuk az agysejt. Először még nem specifikus sejtek osztódnak, aztán egyre inkább specifikusak lesznek. Tehát ugyanígy beadsz egy csomó ilyen őssejtet valakinek, akkor mi történik? Az őssejt bekerül abba a környezetbe, ahol nagy sejt elhalás van, bekerül, és erre elkezd azt, hogy itt a kép, mert a kép megvan, csak nincs benne anyag. Itt a kép, hát nekem osztódni kell. Aha, nekem milyen? Nekem agysejtnek kell lenni, hát én itt vagyok a képben, agysejt vagyok a képben. És akkor agysejteket kezd magából gyártani, egy darabig. Egy
gyűrűhez azt feltételező, hogy a romlott sejtállomány visszaír mindenképpen. A romlott sejtállomány is visszaír, az meg egy nagy baj, ugye, mert a közeg, az közeg marad. Tehát azért, mert tehát van egy, ez olyan, hogy van egy hordó tiszta vized, meg egy hordó szennyvized. Nem mindegy, hogy melyikből melyikbe teszel át egy kanállal. Érted? Mert ha a szennyvízbe, egy tiszta vízből átteszel egy kanállal, nem történik semmi, lesz egy majdnem egy egész hordó tiszta vized, igen, majdnem az egész hordó tiszta vized, meg egy hordó szennyvized, egy kanállal több. Na, de hogyha a szennyvízből teszel át egy kanállal a tiszta vízbe, akkor lesz két hordó szennyvized. Tehát ez ugyanolyan. Tehát amikor hiába teszem én bele ezeket az őssejteket a közegbe, javulni fog a helyzet valószínűleg, mert arra a területre legalább egészséges sejtek kerülnek. És ott fognak osztódni. Ő kérdezett először, tessék parancsolni, hogy téged is szív. Úgy van. Tehát mit kell, azért azt mondtam, hogy fölcsavarom a kontrasztot, vagyis hogy egy kicsit erősebbre veszem a képet, mert én képes vagyok arra, hogy mondjuk fehér fényt generáljak beléd. Ez nem látszik, de egyébként infrakamerával látszik, és egyébként meg a hősugárzás nem látszik az infrakamerával. A hősugárzó tárgy, a kezem látszik, kell, hogy látszon, de még az is látszik, hogyha itt távolról gyógyítalak, akkor egy ilyen fényhíd vezet feléd. Kirlián fotón lehet látni. Kirlián fotón is lehet látni, így van. Arról szól a dolog, hogyha holografikus adottságai a terápia nem adottak, akkor az őssejt terápia nem ér semmit. Valószínűleg ezért van, hogy néhány őssejt terápia kudarcot vall. És azért nem használ, mert nagyon rossz a kép, amit ki kéne neki tölteni. Tehát nagyon sérült a lélekben lévő kép. Mitől? Hát ez százféle dologtól is lehet. Ugye, mert a szervezet azt írja vissza, a lélek is azt veszi föl, amit lát. Tehát mondjuk leamputálják valakinek a lábát, az egy fél lábú lesz. De hiába lesz fél lábú, a gyerekének rendesen két lába lesz, és nem igaz rá a Mendel törvény. Tehát nem az van, hogy négy gyerekéből egy fél lábú lesz, ilyen se lesz, mindegyik két lábú, rendesen két lábú gyerek lesz, pedig az apja egy leamputált lábú katona, akinek ellőtték a lábát a csatamezőn, ennek ellenére mindkét lábú gyerekeket csinál. Szóval mert biológiailag két lábú. Tehát biológiailag a lába ott van ám. A hologramja ott van. És azt a genetikai sejtek érdekes módon látják azt a hologramot. Tehát látják a levágott lábát is az apjának. Azt szeretném mondani, hogy olyanról viszont tudunk, hogy mondjuk valaki egy sérülést szerzett mondjuk háborúba, és 3-4 generáció után anyajegyként megjelent. Az viszont szerintem arra hat, hogy ez a sérülés az egy olyan jellel íródik be a lélekbe, hogy a lélekbe viszont a holografikus terébe belekerül, és később... Igen, ezzel az egészre csak egy baj van. A test meg a lélek között nem túl sok kapcsolat van. A test az egy ruha. Tehát ha őt lőtték meg a csatamezőn, mondjuk a vállát ellőtték két életével előbb, akkor megjelenhet az a hely, anyai. Egy luk volt itt a vállán, akkor az anyai egyformájában itt megjelenhet. Igen, ez igaz. De hogyha a nagyapját lőtték el a csatamezőn, az vagy dédnagyapját, az nem. Az nem, tessék parancsolni. Gyuri, azt akarom kérdezni, hogyha már azt mondtad, hogy a földbe beleívódik az információ, mind ami háború, vagy bármi történt, vagy valaki ott meghalt. Akkor ez a lakásban is előjön. Abszolút, így van. Nagyon meg kell nézni, hogy kik laktak ott, és mi történt, és hogy volt ott. Meg kellene nézni a történetét a helynek. De azt én érzem, hogy egy ember megy át egy idős ember a lakásunkon. Persze, mert mindig ott ment át. Jönnek, igen. De beleszólok, hogy amikor jól alszok az ágyban kipihenten, akkor az jó energia? Azt, igen. Érezzük, azt igen. Igen. Igen, így van. A megérzés a fontos. A megérzés a fontos. Erre különösen a hölgyek szoktak érzékenyebbek lenni. Ritkán a férfiak. Hát ezért kell építeni lakott parkot a vérmezőre, így van. És akkor ott az tele lesz halála, vagy a temetők. Ket föl kell szántani, aztán oda lehet építeni, van a telek, lehet építeni lakóparkot. Budaihíd mondta, azt a zsidó temetőről építették rá. Nem fognak ott aludni is túl sokat. Mert nem fogják tudni, hogy mi a baj.
Hát figyelj, évtizedekig szívnak a lakók, mire kiderül, hogy persze, mert temető van alatta. Mert a, de a temetőben nem halnak meg emberek, de a lelkek koborolnak ott. De a lovak nem is mennek be. A ló nem is akar bemenni? Így van. Mert fél a lelkektől. A lovak látják a lelkeket. A kutya is, macska is látja. Azért szokta néha üldözni valamit a macskád a levegőben. Nincs ott még molylepke se. Akinek van macskája, tudja, hogy néha a macskák valamiket kergetnek, de közben egyáltalán nincs ott semmit. Így nézett, arról sem után fut ez. Nincs ott semmi, még egy muslica sem. Hát, Gyuri, a kutyával is ki lehet mérni. Kutyával is ki lehet mérni. Hol a jó hely, mert amelyikre ő megy, az a jó ennek. És amelyik, ahova a macska megy, oda ne menjél. Az a negatív fejekre megy. A macska a negatív fejekre megy, a kutya a pozitív fejekre megy. Ha az ágyadat oda tedd, ahova a kutya szeret feküdni. Mert a macska az a... Tényleg. Másik erőhöz kapcsolódik a macska. Igen, igen. Voltak macskáim, kutyáim, tudom. Tehát több macskám és több kutyám is volt. Úgyhogy volt. Volt, és megtapasztaltam ezeket. Tehát ahol a kutya szeretett lenni, ott jó is volt lenni. Ott jó lehetett aludni, ott nyugodtan aludtál, nem zaklatta az álmodat semmi, és így tovább. És ha olyan helyen vagy, hát akkor minden bajod van. És nem tudod, hogy mi a baj. Hát ez a baj. Na most a várkastélyokban való történetek is igazak. Tehát az, hogy látják a király kisasszonyt lejönni a lépcsőn. Mert bizonyos bolygó együttállások, tehát a környezetnek bizonyos ismétlődő együttállásairól van szó, akkor jelenik meg. Van amelyik ciklikusan, mit tudom én, minden héten, van aki csak 250 naponként, vagy mit tudom én, mert a Vénusszal van összefüggésben, mert hogy az 245 nap alatt kerüli meg a napot, de hát amikor ugyanaz az együttállás van, mint amikor az az esemény történt, akkor újra lejátsza a természet neked azt a hologramot, és azt látod, hogy lejön valaki a lépcsőn, és keresztül megy a falon, és elmegy. De ha megnézed alaposan, megbontod ott a vakolatot, akkor rájössz, hogy ez később vakolták be, ott régen ajtó volt. És azért megy arra fele ez a hologram, mert hogy ott ajtó volt akkor régen, csak aztán ez húzat volt, befalaszták, mit tudom, és a befalazás miatt őt nem állítja meg a fal, mert ez csak egy hologram. És akkor így kimegy a király kisasszony abba a ruhájába, mit tudom, és lemegy a lépcsőn is, és ezt mindig lehet látni. Na most nagyon, nagyon jól megbízható emberek is beszélnek erről. Tehát azoknak, akiknek ilyen skót várkastélyeik vannak, vagy ilyenek, azok jól megbízható emberek is beszélnek róla. Miért hazudna egy lord? Érted? Miért lenne az neki előnye, hogy hazudozik? Ha nem hazudozik, azért megy le időnként, és mi van? Ha lemegy. Tessék, bácsi. Az előző sessionben azt mondtad, hogy a tűzözön az kiírja, akkor a vízözön az tulajdonképpen mit csinál? Tehát ha a tűzözön töröl, akkor a vízözönnek mi lehet vajon? Bizonyos vegetációkat is eltörölnek. Tehát nem csak emberi, hanem növényi betegségek is terjengenek egy rendszerbe, kitermelődnek vírusok. A vírusoknak gyors az evolúciója, meg a baktériumoknak sokkal gyorsabb. Évtizedek alatt már komoly evolúció áll be a baktériumoknál, vagy a vírusoknál, és gondolj arra, hogy minden évben más az influenza vírus. Nem az, hogy A, meg B, meg ide, a rossz sebet, annyi alfaja van már neki, hogy már ilyen rendszáma van neki, mint egy autónak, H5N1, vagy mit tudom, rendszáma van. Az egy vírus. Speciál az a madárinfluenzának a vírusa, ugye? H5N1. Tessék, parancsolj. Mivel az időmegállás az atomi mozgás megállítja, ezáltal információsan is minden töröl, de már itt töröl. Nem töröl. Nem, csak megállít. A palacsinta le fog esni a levegőből. Nem állítja meg atomi rendszert, nem állítja. Ugyanaz folytatódik, tehát nem, így van, ugyanúgy. Tehát a létezés kifagyasztható, de ez egy megint másik ség, ezzel érdemes majd foglalkozni, mert érdekes. A Csipke Rózsika mesére tessék gondolni. Tehát az atomi rendszert azért nem állít, mert szerintem nem állítja meg, mert beszéljük róla. Mert az atomi rendszernek saját térforrása van? Az atomi rendszernek nincs saját térforrása. Na de akkor most a Petinek most igaza van, hogy leállítja? Le lehet állítani. És vannak ilyen fegyverek is, akik le tudnak bénítani téged. De leállnak az előbb a keringés, hogy minden leáll? Nem, mert forgatja a szemét, él, a szíve dobog, de nem tud egy lépést arrább menni, így megállni. Mint egy ezért póz. Ugye? Póz mit is jelent? A póz. Hát az a táncban van, a póz, az megállást jelent, az a póz.
így kell csinálni. Így kell csinálni. Pont. Tessé? Ez az UFO eltérítéshez hasonló. Ez az UFO eltérítéshez hasonló. Azért mondtam, hogy van ilyen fegyver. Földön kívülieknek van ilyen fegyvere, amivel egy pózba vágnak téged, aztán attól kezdve egy hiába handa bandáznál semmit nem tudsz csinálni. Csak a szemedet tudod ide-oda forgatni. Semmi más. A sóbálványnál meg nincs sóbálvány. Úgyhogy te leszel az állvány, a sóból készült állvány, az a sóbálvány. És tehát ez a sóbálvány. Volt erre egy nagyon, szintén ufos történet, az oroszoknál egy nagyon érdekes történet, ahol lezuhant egy ufó, mert lelőtték, ketten is rálőttek ilyen váron indíthatót, hadgyakorlaton. Jött az ufó, és az oroszok meglátták az ufót, és mind a kettő gondolatból egyből lelőtte. Vállán vitte a váron indítható rakétát, mert egyébként is az volt, hogy majd jön a céltárgy. Hát jött a céltárgy, UFO, lelőtték, az UFO, földet fogott, megvan fényképen, földet fogott. És a moszkvai katonai múzeumban őrzik ezeket a palikat, mert a következő érdekes dolog történt, az UFO lezuhant, kis ideig csend, aztán baromi nagy veszekedés, lárma, anyáztak a földön kívüliek, mondták a magukét biztos rendesen, káromkodtak és mondták a magukét, kirángattak az aljából egy ilyen kis ilyen mentő kapszulát, beleültek és elmentek. És mi volt az érdekes? Aki ott maradt mindenki a környezetben, az így meg volt állva. Állt. Nem tudott megmozdulni. Oda ment a Szerjózsa, hogy na, mi van? Mi van veled? Miért nézel ilyen hülyén? Puff, letört a keze. Ajaj. Ment a másik, ott puff, annak is letört a keze. Ilyen izé lett, mint a gipsz. Tehát ilyen kemény lett. Mindegyik ilyen gipsz lett. És akkor rákapaszkodott, puff, letört a csuklója. A kezébe maradt a francba. Szétporlottak, ilyen kikristályosodtak az emberek. De ott vannak a múzeumban most is. Érted? Ott vannak a múzeumban, a ruhástól, ahogy álltak, úgy vannak megizélve, megkeményedve. Ez egy fegyverrel rájuk lőttek valamivel, pipából, és erre mind ott fajott meg. Aki nem, hát aki oda ment hozzájuk, hogy szóljon, az messzebb állt, arra nem lőttek rá, oda ment, ez meg megbolondult. Igen, volt Erdélyben is. Ez meg bedélizte. Volt Erdélyben is, így van. Volt Erdélyben is. A szekuritátésok meghaltak. Ott is megállították az időt, de nem mindenkinek. De csomónak megállt az idő, és azok nem tudtak megmozdulni, de a golyó is megállt a Stukkerba. Tehát elkezdtek lőni, és így megállították, hogy körbe valamivel körbe mutogattak egy ilyen golyostollal, és ettől kezdve azok, akire így rámutatott, az mind így állt. Aztán az egyik szekuritátés lelőtte a másikat a nagy lövöldözésbe, de egy darabig nem volt semmi, aztán ezek elmentek, és egy ilyen eltelt egy 10 perc, egyszer csak elsült a puska, kiment a golyó, és mindenki meg tudott mozdulni. Tehát valamilyen időzítés volt benne, de a golyó is megállt a levegőbe, vagy a puskába, a fene tudja. Tehát ezben az érdekes, hogy meg tudják állítani az időt fejlettebb technikával. Mit? A lelkek érzékelik, igen. A lelkek érzékelik, de a testen nem tud megmozdulni. Parancsolj. Azt a környező, a lokális időt állítja meg, vagy pedig a... Lokálisan. Lehet más is, hogy a lokális időben lévő élő szervezetnek a biomechanikus rendszerét. Lehet. De az lehet. De olyan, hogy akik messzebb álltak, vagy akire nem lőttek ezzel rá, annak nem lett a világon semmi baja, de ilyen sebesüléseket is találtak az embereken, ilyen tűvékony, mint egy gombos tű annyi lukat találtak rajta, égett lukat. Tehát, mint egy lézerfegyverrel lövöldöztek volna körbe, de a puska miért állt meg? Tehát ez volt, hogy lövöldöztek is meg, meg is állították az időt, tehát ez valami kombinált őrület volt, és utána elindult, de azok, akiknek odaadták az aranylemezeket, azok el tudtak futni vele. Tehát azoknak nem állt az idő. Azt mondták nekik, hogy menjetek, és akkor a többiek ott mind álltak, mint a Csipke Rozsika mesébe, ezek meg elszaladtak. Aztán később elkapták őket. Bocs, lehetségesnek tartott, hogy amikor így mutogatott, akkor tulajdonképpen ő kilőtt valamit, ami egy jelzőpontot adott, és benne az űrhajóban egy berendezés azokon a pontokon kezdte el generálni. Úgy van. Tehát, hogy ez mi volt, azt nem, de meghaltak. Még az egyik haver is meghalt, haverja, tehát nem csak a szekuritátások közül haltak meg, hanem ezek közül is. És
ilyen parányi égetsebb volt a tarkolyán, amikor meghalt. Tehát egy ilyen pici kis gombostűnyi égetsebb volt. Tehát a lézerrel lőtték volna meg. Hát ez a 70-es években történt, akkor még annyira lézerrel nem lövöldöztek. Tehát ez még a, már a lézer volt akkor, de nem lövöldöztek. Már régebben is volt. Csak nem volt fegyverformában. Azt én csak a 80-as évek vége felé láttam fegyverformában lézert. Ilyen stuke lövöldöztem is vele. Úgy átvitt a 40-es lapos vasat, mint a szart. Tehát azért egy ilyen vastag acél szalag a 40-es lapos vas, ez mennyi lehet? Ilyen 4 mm vastag biztos van. A 40 széles, tehát 4 centi széles, és hát 4-5 mm vastag lehet a 40-es lapos vas. Azt ott le volt támasztva izéhez, egy azbeszt volt mögé rakva, azt így úgy átvitte, olyan szép kis kerek lukakat ütött rá, mint a húzata. Szóval ott lövöldöztünk a szobában a részeg akadémikus haverommal. Mutatta a stukkerját, hogy milyen stukkere van, és 400 lövést lehetett vele leadni körülbelül. Tehát az már úgy... Na de mi a pláne benne, hogy nincs lövedék semmi. Csak fényen lövöldözött. És nagyon jól működött. Csak nem, fényesre nem szabad vele rálőni. Mondjuk a kocsi nikkelezett lökhárító, vagy kromozott lökhárítójára nem ajánlatos rálőni, mert arra vízszapadtan, igen. Hát ha szerencsétlen vagy, akkor pont a pofádba. Tehát ilyen csillogó izékre, meg ilyenekre nem szabad rálőni, de csak ennyi. De még az a szemüveg kereteden a nikkelezett csavar is lehet veszélyes, mert visszaverődik róla a fény. Ilyen. Na, valamit akartál még valaki? Ott hátul akartál, mondjad. Ugye ez egy négydimenziós királyfi volt, egy négydimenziós lófarkas herceg, és azért tudott bemenni. Bár ne azt mondták neki, hogy minden herceg eddig, aki bement a kastélyba, mind meghalt, Csipke Rózsika mese. Ugye, hogy hiába mentek be megmenteni, azért, aki oda bement, aznak mindnek megállt az idő, és kerek 100 éven keresztül áll már az idő, amikor jön a lófarkas herceg, 116 éves barna kislányt lesmárolja, és mert pont annyi idős, mert 16. születésnapján állt meg az idő a Csipke Rózsikának, és kerek 100 év telt el azóta. Mindenki tudta a környezetében, hogy a várban áll az idő, de aki oda megpróbált bemenni, az soha többet nem tudott onnan kijönni. Pontosabban, amikor megindul az idő, akkor ki fog jönni belőle. És nem is tudja, hogy mi történt. Ugyanilyen van a Bermudáknál. Hogy bemegy a pali a motorcsónakkal, ilyen nem tér nem idő alagútba, csak egy ilyen ködös szart lát, semmi, kicsit ködös, tehát mi van? Belemegy, és talán kiköt a kikötőbe, nincs semmi. Csak egy nagy baj van. Az unokája is öreg ember. Így kerültek elő a vadászgépek is. Így kerültek. Egyik vadászgépről legalábbis tudok, igen. Egy előkerült, ami 47-ben vagy mikor tűnt el, aztán egyszer csak kérte a leszállási engedélyt a vadászgép. Csak hogy azt mondták neki, hogy szállj le a hatos kifutóra, mi a hatos kifutó, hülye vagy, tehát egy kifutó van. Hát persze, amikor felszállt, még csak egy volt. Érted? Aztán közben, és egy régi frekvenciát használt, amit már nem is használtak, de észrevették a torony, és megkapta a leszállási engedélyt, és még volt benzin benne, érted? Na de nem repülhetett, 1947-től egyfolytában nem repülhetett egy helybe jár a motorja. Mert ő nem is vette észre, hogy történt valami. Csak leszállt, milyen izé. Tehát ez megáll az idő, de teljesen megáll. Tehát nem fogy a motorcsónakból a benzin, hanem ott ül 100 éven keresztül a pali a motorcsónakba, így. És romlatlan, abszolút. 100 éven keresztül így ül a motorcsónakba, nem aszolodik össze, nem éhezik meg, áll az idő. És akkor egyszer csak, amikor elindul, akkor a motor ugyanúgy megy tovább, ugyanúgy folytatja a lendületből, ettől kezdve érdekes, hogy a motorja jár, működik, kiköt vele a francba. Mi ez a sok izé itt a kikötőbe? Tehát amit a vitorlás hajók helyett bazli nagy óceánjárók állnak a kikötőbe, és minden teljesen idegen. Neki meg nincs személyigazolványa. Érted, mert hát 100 éve indult el. Hát hol volt akkor még olyan igazolvány? Sehol. Tessék, van csak. Nagyon meg lehet, hogy nekik áll az idő. Így van. Akkor Gyuri, a Váci romlatlan lelkek is akkor fognak felébredni. Persze. Nekik áll az idő. Hogy mikor fognak felébredni, azt nem tudom.
Tehát azt én nem tudom. Lehet, hogy csak a végítéletnél. De az már nincs olyan messzire. Hát még 30 évet azt mondok, aztán jól van. A kiírásokban az van leírva, az ős magyarság teljesen nagyon... Ugye az első szlovák király. Igen, hogy le van írva az, hogy fel kell a fekete... Mondj egy szlovák királyt! Romlatlan fekete sereg. Szlovák kameramat ezzel ugratom mindig. Mondj egy szlovák királyt! Tehát milyen nem volt egy sem! Ezzel ugratom éppen. Nem volt szlovák király. Nem volt szlovák király. A magyarokét vélték annak. Persze. Nem, magyar király uralkodott, de nem elnyomta, hanem befogadta a szlovákokat. Óriási persze, különbség. Persze, azt akarom mondani. Na, igen, és? De már 10 óra elmúltam, úgyhogy hosszasan ne kezdjük bele a szlovák királyba. Talán gondoltam, egy nevetéssel hagyjuk azt abba. Azt írja le, hogy a 40 valahány felébred, ami romlatlan test, és akkor beindul valami itt Magyarországon. Na, itt vagyok. Mi ez a tánc, fiatalok, parancsolj? Nem olvasom, nekem van leírva. Ami a magyar. Azt mondták a Bermuda, volt egy ilyen, hogy egy amerikai rádiónak az összes telefoncsatornáját elfoglalták, és minden csatornán ugyanazt az egy adást adták. Azt mondták, hogy ők a Bermudáról beszélnek, és beszéltek a Bermudákról, hallgatták a műsort, ez egy amerikai rádióadás volt, és azt mondták nekik, hogy ők a Bermudáról beszélnek, nem bántanak ők senkit, hanem hogyha valaki véletlenül belemegy az ő kommunikációs csatornájukba, akkor áll meg neki az idő. Mert ők az isteni tanáccsal folyamatosan beszélnek, ez a Föld fenntartási rendszere. Tehát az, aki a Föld működéséért és mindenért felel. Nem, ezek nem a nagyhatalmak kezében vannak, hanem ez már 1 millió éve is ilyen volt. És ez a fenntartási rendszer, ami a Föld megvédésével is el van foglalva, meg mindennel. Tehát a külső támadás érni, Földön kívüliektől külső támadás érni, akkor ez a rendszer kinyírja, kész. Ott, ha nincs engedélye bejönni, megállítja, és kész. Tehát nincs probléma. De ezt mi nem tudnánk megvédeni, mert még nem állunk ott. Tehát az óvoda, óvodát megvédi a rendőrbácsi, de az óvod, meg a repülős bácsi megvédi, hogy az idegen repülő lenne bombázza az óvodát, de fogalmuk nincs az óvodásoknak, hogy mi miért történik. És a Marsot és a Vénusz miért nem védték meg? Nem volt. Nagy űrcsaták voltak a naprendszerben már, nagyon nagy űrcsaták, már nem volt elegendő a védelem. Tehát bármilyen nagy hadseregnél is van nagyobb hadsereg. És akkor egy darabig győzhetsz, vagy akár végleg. Hát azt nem lehet tudni. Na, hát köszönöm a figyelmeteket, jövő héten találkozunk.